이병 안 준 호. 너 올해는 눈빛이 왜 그러냐? A Desertőr vadászok egy tavaly megjelent dél-koreai krimi sorozat. A történet középpontjában egy csendes és visszahúzódó srác áll, An Jun-ho, aki éppen a kötelező sorkatonai szolgálatot teljesíti. Az egyik felettese felfigyel a srác csendességére és a jó megfigyelő képességére, és ezért beszervezi a katonai rendészethez egy olyan egységbe, ahol az lesz a feladata a társával, hogy a dezertált katonákat felkutassák és visszavigyék őket a katonaságba. Mindössze 6 egyórás részből áll az eddig megjelent első évad, és a klasszikus nyomozós Case of the Week metodikával lett megalkotva. Azaz tulajdonképpen minden rész fő cselekményszála egy adott dezertőr felkutatásáról és elkapásáról szól, és persze mindemellett szépen építgetnek egy nagyobb főszálat is, ami az utolsó két részben fog majd kicsúcsosodni. Alapból én egyáltalán nem vagyok nagy rajongója az ilyen jellegű nyomozós sorozatoknak, szimplán nem igen tudnak lekötni, és a krimi amúgy sem a kedvenc műfajom, de ebben az esetben az érdekes felütés, a Discord szerveren egyik hallgatónk többszöri ajánlása, és a csábító rövidség miatt adtam egy esélyt a dezertőrvadászoknak, és hát milyen jól tettem. Azért mielőtt mindenki fellelkesülne, hogy de jó, megint van mit néznem, azért leszögezném, hogy nem feltétlenül ajánlanám mindenkinek fenntartások nélkül ezt a sorozatot. Nem azért, mert ne lenne kifejezetten jó, hanem mert tartalmilag olyan komoly témákat feszeget a rendszer szintű zaklatással és igazságtalanságokkal, hogy az azért bőven túlmutat a lájtos dráma fogalmán, és ezt a hiteles és nagyon természetesnek ható színészi játék csak erősítik. A főszereplő páros között egyébként nagyon jó a kémia is. Ennyire természetesnek ható tűz és jég haverpárost már rég láttam, valamint van a sorozatnak egy elég egyedi fekete humora is, ami a kemény drámát hivatott kicsit ellensúlyozni, és ez a humor sokszor csúcsosodik ki a két főszereplő interakcióiban. Valamint a páros felettesét alakító Kim Song-yeon is remekül hozza a szigorú, szókimondó, de törődő őrmestert, és mellette is van még pár igen emlékezetes epizód szerep a sorozatban. Igazán különlegessé viszont a tematikája teszi a dezertőrvadászokat, ahogy részről részre egyre mélyebben rángatja le a nézőt a sorkatonaságnak nevezett, megalázásból, fizikai bántalmazásból és igazságtalanságból álló pokolba. És az egyes esetek egyáltalán nem önismétlőek, a meghatótól kezdve a szimpla seggfejen át, aki megszökött csak a katonaságtól, a lelkileg teljesen megtört dezertőrig minden van itt, szépen fokozatosan bemutatva a különböző problémákat a sorkatonai rendszerrel. A főszereplő páros így a 6 rész végére kifejezetten a szívemhez nőtt, ezért nagyon örülök, hogy már dolgoznak a második évadon, amit előkészítendő az utolsó rész végén van egy stáblista utáni jelenet, ami elég komolyan kitette az irányjelzőt azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk. Aki szereti a krimit, de unja már a sokadik helyszínelőket, azoknak mindenképp tudom ajánlani, a dezertőrvadászokat, de aki egy elég erős és emberi drámát szeretne nézni, az is meg fogja benne találni a számítását. De, 안 왔으면 타령할 일도 없지 않았을까요?